engedjék meg, hogy először is bocsánatot kérjek arra a kivételek esetről, hogyha magyar anyanyelven dacára valahol elakadnék, azáltal, hogy én Bondba dolgozom, ezt egy 45 éves ezelőtti migráció előzte meg, tehát én 45 éve, vagy 46 éve gyakorlatilag nem élek Magyarországon, és nagyon ritka, hogy magyar nyelven tartsak előadásokat. Ennek ellenére megpróbáljuk közösen, ha ez működne. Ha nem csinálja, akkor menjünk így. Mi a migráció? És gyakorlatilag abból kell kiindulnunk, hogy az a emberi civilizáció egy abszolút szerves része, egy megújulás, egy lehetőség, ami az emberiség régóta haszn. Egész egyszerűen, ha saját hazánkra vetítjük el, azt is meg kell mondani, hogy migráció nélkül nem lenne Magyarország, ha mégis létezne, akkor se a Kárpát-medence. És akik itt vannak, ha egy kicsit a családi történetükbe visszanéznek, akkor rájövünk arra, hogy nem mindenkinek a nagy-nagy-nagy papája jött be Verecként, volt, aki nyugatról jött ide, vagy délről. Úgyhogy gyakorlatilag a migráció az társadalmak átváltozásának és keletkezésének egyik abszolút az emberiséggel szorosan kötődő mechanizmusa. A migrációs, ha ezt egy hegedűvel hasonlítsuk össze, a két húrja. Én tudom, hogy a hegedűnek több húrja van, de a migráció az hála Istennek egy egyszerű zenei instrument, és hogyha véletlenül Szegeden mennek a múzeumban, ahol Dantó Pista hegedűje ki van téve, ott annak is csak két húrja marad. Ez a két húr az adaptáció és a menekülés. Úgy is lehet mondani, hogy megyek a jobbért, vagy futok a rosszért. És minden migrációban gyakorlatilag két erő játszik egy döntő szerepet, a vonzó erő, ami húzza valakit valahova, és a taszító erő, amelyik lök el valakit valahova. És nagyon-nagyon ritka az a migráció, az majdnem azt lehet mondani, a menekülés, amikor a taszító erő egyedül olyan erős, hogy az ember azt mondja, hogy mindegy, hogy hova menekül. És a migráció sokkal-sokkal régebbi, mint azt, amit a mi modern emberi társadalmunkban el tudunk képzelni. Ez a kép, ami valószínűleg nem nagyon jól látszik, 100 000 évre megy vissza az emberiség történetébe, és láthatjuk, hogy gyakorlatilag a Homo sapiens Afrikából, ahonnan mindannyian származunk a jelenlegi kutatási eredmények alapján, körülbelül olyan 88 000 évvel ezelőtt indult el az emberiség, hogy meghódítsa a világot. Érdekes módon először Ausztráliába jutott el, ez egy olyan 25 000 évig tartó migráció volt. Európát két hullámba értük el, Dél-Ázsiából érkezve, és aztán hirtelen a legutolsó jégkorszak után bekövetkezett valami, ami a földtörténetnek egy abszolút anomáliája, a holocén, ami körülbelül az elmúlt 10 000 évben egy kiszámítható éghajlattal áldotta meg a világot. Ennélkül nem lennénk itt, ennélkül nem lenne az a társadalmi, gazdasági, kulturális fejlettség, amit mi manapság többé-kevésbé valamennyien élvezünk. A probléma az ezzel a 8 vagy 10 ezer évvel, hogy ez egy anomália a földtörténetben. És most, hogy a klímaváltozás küszöbén állunk, hát egy nehéz helyzetben vagyunk, mert menjünk vissza 90 ezer évre, a Föld olyan változásokon ment át, és látják, hogy óriási változások pár évtized alatt, ami gyakorlatilag az ember nélkül került sorra. Tehát, hogy úgy mondjam, nekünk nagyon hálásnak kell lenni ezért a periódusért, és ez alatt a periódus alatt, ameddig még tart, föl kell készülni arra, hogy Isten áldja, megint ugyanez jön, esetleg nem a negatív oldalon, hanem egyre melegebben. Persze, ha több millió évre visszamegyünk, volt ez még jóval melegebb is, de ez most más kérdés. Tehát alapvetően dacára, hogy a elmúlt 10 000 évben a klíma olyan kiegyenlítettnek tűnik, mégis óriási változások történtek ez alatt az idő alatt, többek között a Szahara, a holocénban keletkezett, a Fekete-tenger a holocénban keletkezett. Ez alatt az idő alatt tanultuk meg a mezőgazdaságot, jöttek a folyómenti nagy kultúrák, és gyakorlatilag jutottunk el oda, amire az emberiség bizonyos szempontból büszke lehet, és amitől az emberiség bizonyos fokig félnie kell, mindazok a sebezhetőségek, amiket mi ez alatt az idő alatt fölépítettünk. Dacára, hogy ez a
holocén olyan kiszámíthatónak tűnik, pláne, hogyha az ember megfelelő léptéket használ, számtalan migrációs hullám jellemző. És körülbelül az úgynevezett népvándorlás, aminek a csúcspontja körülbelül 1600 évvel ezelőtt volt, a mai napig döntően befolyásolja Európa etnikai összetételét. Ha úgy veszük, magyarok voltak az utolsó olyan csoport, amelyiknek sikerült nemzetet alakítani a népvándorlási hullámokba, azok, ahol utána jöttek, azok vagy beolvadtak, vagy eltűntek. De a kérdés az, hogy amikor ennyi mindent beszélünk a migrációról, ez egy ennyire visszatérő, meghatározó társadalmi megmozdulás, vagy mondani, mennyiben határozzák ezt meg környezeti tényezők, úgy mint klíma elsősorban, vagy az ökológiai rendszerek állapota, és a felhasználható, vagy megtalálható, amit én planetáris készleteknek neveznék, víz, talaj, ásványok, amik természetesen az ökoszisztémákkal összefüggve funkcionálnak, de alapvetően víz volt hamarabb, mint hogy élet lett volna a Földön, tehát a vízre nem lehet azt mondani, hogy ez egy ökoszisztéma lenne, a bó. Na most, amennyiben a migráció, és ez általában meg kell állapítanunk, hogy nagyon ritka, hogy egy kivételes és teljesen tisztán identifikálható oka lenne, ha ezt több tényező váltja ki, akkor milyen erős ebben és mérhető-e egy környezeti szignál. És azt látni fogjuk, hogy ezt nem olyan könnyű megállapítani. De menjünk egy lépéssel tovább, és rájövünk arra, hogy gyakorlatilag négy kérdést tesz fel mindenki. Honnan jönnek, hova mennek, kik migrálnak, hányan van. Ezzel a négy kérdéssel gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, nem csak a képfényben összegyűlt közönség számára, hanem azon felül is gyakorlatilag minden fontos kérdést föltettünk a migrációval kapcsolatban, azt is, hogy milyen módon kell azt kezelni. És ezekre a kérdésekre nem csak tudománynak kell választ adni, és tudományos válaszok vannak, hanem olyanok is, amik nem egészen tudományosak, sokan inkább politikailag, némi előítélettel kezeltek. De ez a négy kérdés alapvetően, ami a fejünkben kell, hogy legyen. Van erről egy térkép, ami egy eltorzított világot mutat, hozzá kell tegyen, hogy ebben nem csak a környezeti migrációt, hanem teljesen jól szervezett munkamigrációt is tartalmaz. Ez a nettó kivándorlás, melyek azok az országok, ahonnan az emberek elmentek. És látják, hogy gyakorlatilag a Fülöp-szigetek egy óriási nagyhatalom, amikor arról van szó, hogy embereket küldjön a világba. Közép-Amerika, Észak-Afrika, de Kelet-Európa is, ahonnan az emberek elmennek, valóban máshova munkamigráció, menekülés, környezeti migráció, minden egyben ment. Ez mutatja a világ térképét, ahol a elmenő emberek aránya szerint lesz az országok mérete nagyobbítva vagy csökkentve. Ausztráliát nem is lát. És látják, hogy Németország az itt gyakorlatilag Európa megszűnik, Nyugat-Európa nem is létezik. Mindjárt más a helyzet, hogyha a nettó bevándorlás térképét látjuk, az Amerikai Egyesült Államok, kitűnően látszik Németország, Franciaország, a Benelux államok, és az arab világ, ahova nagyméretű munkabevándorlás van, pont Fülöp-szigetekről, Sri Lankáról, Indiáról és a többi. De látjuk, hogy kontinensek, Latin-Amerika és Afrika teljesen eltűnnek majd, hogy nem a földszínéről. Azok az országok, akik az ember erőt, ha az ember úgy akarja fogalmazni, adják és táplálják azt a nagyméretű migrátori folyamatokat, amit a világ nem csak ma, de egyre erősödően észre. Mi a probléma nagyságra? Ez nagyon érdekes, mert már körülbelül 10 évvel 2000 előtt Myers, egy brit földrajz tudós említette, hogy 10 millió, majd 50 millió, és akkor mindenki kinevezett. 2000-ben 24 millió ember jelzett az ENSZ High Commissioner for Refugees, mint migráns. 2010-ben ez 50 millióra nőtt, és 2016-ban 64 millió ember nyilvánította
menekültnek vagy migránsnak. A becslés, hogy ez a szám 2050-re elérheti a 200 milliót, és egy elég bizonytalan, de annál megdöbbentőbb becslés, hogy ez 2050 után akár 700 millió emberre is fölszök. Nagyok a bizonytalanságok, kevés az adat, és a migránsok nagyon szűkszavú. Egyrészt, mert megtanulták, hogy mikor mit kell mondani, hogy valami sikerült legyen. A másik az, hogy tulajdonképpen a migráns sok esetben maga se tudja, vagy nem fogalmazta úgy meg, tudományosan, hogy ő miért migrál. Mi a 2005-2010 közötti időszakban csináltunk több felmérést Afrikába, ahol családokban, ahonnan többen migráltak, kérdeztük, miért mentek el. Mi a egyetemes válasz az volt, nem tudtunk megélni, tehát anyagi okokból. És amikor az ember tovább kérdezett, jöttek rá arra, hogy mivel foglalkozik, hogy vagy mezőgazdaság, vagy állattenyésztés, nomád állattenyésztés és a többi, tehát mind olyan foglalkozás, ami majdnem direkt az ökoszisztémák állapotától, azok változásától, a klímaingadozásoktól függ, de ők ezt nem mind egy környezeti hatást, hanem a környezeti bázis megromlásából származó életfenntartási nehézségeket észlelték. Ezt gyakorlatilag mondhatjuk úgy is, hogy az embereknek van egy szociális filterje, tehát nem a körülöttünk történő fizikai, biológiai, kémiai, nem tudom milyen hatásokra, hanem mindent a saját érzékelésünk szűrőjén át látunk és úgy érzünk. Hogy lehet ezt a környezeti szignált egy ilyen komplex és gyakran megmásíthatatlan döntésben, mint a migráció mérni? Ez egy kérdés, amire, hogy úgy mondjam, nincs még 100%-os válasz. Ez egy elég, hogy úgy mondjam, néha spekulatív módon, de megpróbálok önöknek néhány számot mutatni, számokat, amik gyakorlatilag nem is kifejezetten tudományos eredmények, tehát egy kicsit böngésznek az interneten, vagy politikai kijelentéseket az ENSZ-től olvasnak, akkor össze lehet tenni ezeket a számokat, és az ember talán kritikusan nézi és veti őket szembe, akkor rájön arra, hogy egy elég ronda problémával állunk szemben. Ezek 2017 realitásai. És itt csak olyan számokat látnak, ami minimum plusz-minusz 1 milliárd embert ér. 1 milliárd gazda van a Földön, aki gyakorlatilag csak annyit termel, hogy ő is a családja megéljen, nem vesz részt semmilyen kereskedelmi akcióban. 1 milliárd ember. 1 milliárd ember alultáplálta a Földön. 2 milliárd embernek van kiegyensúlyozatlan étrendje. Valószínűleg, hogy az amerikaiak is ide tartoznak, de hát az is egy probléma. 1 milliárd ember él városi nyomorúságban. Slum, vagy politikailag korrekt úgy mondják, hogy informális település, az nem jelent semmi különbséget, egyikünk se vágyik oda, hogy ott kéne lakni. 1 milliárd embernek nincs egészséges vízellátása, 2 milliárd embernek a szanitációja olyan, ami inkluzíve kb. 600 millió embert, aki csak kimegy az erdőbe és ott intézi el a dolgát, 2 milliárd embernek hiányzik a modern energiaforráshoz való kapcsolat. Nyilvánvaló, hogyha ezt összeadjuk, ez 10 milliárd ember, ez nem mindenki. Itt vannak tupla, tripla, talán négyszeri számítások is. 200, az 1 milliárd farmer, aki a vidéken él, és ott engedi életét, és az 1 milliárd városi nyomortanya lakó, az biztos, hogy nem ugyanaz az ember. És hogyha egy kicsit még gondolkozunk, akkor hozzá kell hozzá elérünk ahhoz a konklúzióhoz, hogy 2017-ben körülbelül az emberiség egy harmada él olyan körülmények között, ami nem méltó a 21. századhoz. Ez egy óriási szám. Ez egy óriási szám. 1 milliárd ember az 12-szer Németország lakosság. És jön a klímaváltozás. Na most én itt egy képet mutatok csak, ami mutatja, hogy a nagy instabilitások és nagy bizonytalanságok miatt 2100-ra 2-26 fok között lesz a klímaváltozás. Én a magam részéről
nagyon óvatosan kezelném ezeket az előrejelzéseket, mert az adatbázis roppant gyenge, és főleg roppant gyenge azokban az országokban, amikre a leginkább mondják, hogy ott lesz, ott fog az ostor igazán csípni, Afrika megint. De senki sem menjen azzal az érzéssel haza, hogy ma egy klímakritikust hallottunk, amit én mondani akarok ezzel az, hogy a klímaváltozás lehet sokkal rohadtabb, mint hogy az bárki eddig mondta, lehet egy kicsit szerencsénk, és nem lesz olyan rossz. Az igazság az, hogy minden annyira bizonytalan, hogy én nem értem a klimatológusokat, hogy azok miért mennek hiány, és azt mondják, hogy 2 fok lesz, vagy 4 fok lesz, vagy ilyesmi. Ezt nem lehet előre jelezni ilyen pontossággal. Hogy valami a levegőben van, átvitt értelemben is, az teljesen biztos, és jobb, hogyha jól fölöltözünk, vagy jól levetkőzünk, attól függ, hogy mi lesz, és erre fölkész. Mert több szignál látható. Ez a görbe mutatja, hogy 1900 óta hogy emelkedett a extrém természeti események okozta katasztrófák szám. Na most, ez minden katasztrófa. De látják, hogy a földrengések száma többé-kevésbé konstans maradt. A földrengések nem klímaváltozással függnek össze. Viszont a vízhez kapcsolódóak igen, és azok szépen mutatják ezt az exponenciális rendet. Ez azt jelenti, hogy ennek nem csak a klímaváltozás az oka, az is, hogy a kellemes lakóhelyeken folyó mentén sokkal több ember, sokkal nagyobb gazdagságot halmoztunk föl, de a két dolog együtt játszik, és mind a kettő sajnos rossz irányba mutat. Ez a térkép valószínűleg megint nehezen látható, de mennél barnább a felület, annál több emberé. Egyrészt azt mutatja, hogy a Földön vannak nagy patnik, ahol rengeteg ember él, és óriási területek, amik relatív nincsenek kihasználva, mondhatnánk úgy, hogy aztán miért, azt majd látni fogjuk. Viszont az is mutatja, hogy a népsűrűség nagyon gyakorta, nagyon erősen koncentrálódik a tengerpartokra, folyótorkolatokra, és egy egyméteres tengerszint emelkedés, ami a 21. században, ha nem is biztos, de lehetséges, hogy megtörténik, kb. 200-300 millió embert érint majd, akik pusztán a nagy folyók, mint Mississippi, Rajna, Niger, Ganges, Brahmaputra, Mekong, torkolat és Nílus torkolatvilág vidékén élnek. Ez csak egy kis extra bombon a kellemes vacsora után. A világ legnagyobb veszélygóca az ennek ellenére, hogy én később Afrikára fogok koncentrálni, Ázsia. Itt kb. 4 milliárd ember érint az, hogy működik a Himalája és a Himalájában lévő gleccserek, a Himalájában a hó, a hó elolvadása, tehát hogy a víz pont akkor érkezik a alföldekre és a nagy öntözőrendszerekre, amikor ott szükség van rá. Hogyha ez a rendszer fölborul, akkor hirtelen a világ legnagyobb népsűrűsége, a piros pontok mutatják a megavárosokat, egy óriási potenciál, aminek a sebezhetősége azáltal, hogy 4 milliárd ember érint, valószínűleg a legnagyobb a világon, kicsit nevetséges azt mondani, hogy egy góc, ami egy 3-4 kontinensnek felel meg, tehát a 25 millió négyzetkilométernek, de mindazonáltal erre különös figyelemmel kell ügyelni. A másik, ami szintén gondot okozhat nekünk, és gondot okoz már nekünk, az az északi félteke szárazövezet. Ez egy teljesen normális szatellit fölvétel. Ez nem különleges tudomány, hogy látjuk, hogy ezen a szélességi szakaszon gyakorlatilag nem sok dolog nő. Ez délen is megvan, csak ugye a Föld massza az inkább az északi féltekére sűrűsödött, ott van a nagyobb népsűrűség is, és ott van gyakorlatilag a világnak ez a legnagyobb összefüggő száraz övezete. Ami sajnos összefügg a világ legnagyobb népesedés növekedésében is. Ezek mutatják az országokat, ahol évente 3%-kal nő a lakosság. Pont ott, ahol legalábbis ha vízre gondolunk, ha akár mezőgazdasági termékre, tehát élelmiszerbiztonságra gondolunk, ott születik a legtöbb ember, nagyon politikailag unkorrekt, amit most mondok, ahol nem a legjobb, hogy annyi ember születik, mondjuk ezt így ki. Ez nem igazán
tudományos dolog, és ezen lehet rengeteget vitatkozni, hogy az embernek emberi joga, meg ez, meg az, de az emberi jognak is vannak azok a határai, hogy az ember végeredményben a saját biztonságára gondolva olyan cselekedetek és döntéseket hozzon, ami a helyzetet nem élesíti tovább. Ez per pillanat úgy néz ki, hogy tovább élesíti, ehhez szépen hozzá kell venni a sötétzöld részt, ahol a lakosság csökken. És ez gyakorlatilag Németországtól Vlagyivosztokig, de Tokióig terjed ki, tehát a gazdag nyugat, sajnos Magyarország is ahhoz tartozik, lakosságot veszi, nagyon gyenge lakosság emelkedés van Európában, gyakorlatilag egyedül Franciaország. És a száraz övezettel összefügg a sivatagosodási sebezhetőség eloszlása, azzal a különbsége, hogy bár a nyugati Egyesült Államokban is roppant nagy ez a veszély, ott az ország gazdasági ereje miatt országunk belüli adaptáció és országunk belüli migrációval ez egészen biztos, hogy megoldható lesz, míg itt az eurázsiai és afrikai részen teljesen világosan látszanak azok a részek, ahol a jelenlegi trendek alapján a helyzet, tehát a gazdasági tevékenységek ökológiai bázisa a jövőben romlani fog. Ha megnézzük a világ gazdagságát, ez nem a jövedelem, hanem a gazdagság elosztását, akkor már is látjuk azt a iszonyú feszültség felületet, ami a világon van. A vörös zónák ezúttal jelzik azokat az országokat, ahol az egyfőre jutó gazdagság 50 000 US dollár fölött van, és a világos kék, ahol 2000 dollár fölött van. Tulajdonképpen ehhez a képhez más nem is kell mondani. Mert ez többé-kevésbé már sok minden definiál, húzó és taszító erő között. A szomorú az, hogy a meglévő különbséget, a gazdagságot tulajdonképpen egy státusz volt, mi az, amit 100 éve vagy 300 éve át ezek a különböző országok össze tudtak gyűjteni és lakosságoknak biztosítani. 1960-ban, és ez most jövedelemre vonatkozik, a leggazdagabb ország és a legszegényebb országok közötti jövedelem arány 1 a 30-hoz. Ez 1990-re 1 a 60 lett, és 2000-re 1 a 80. Tehát a olló kinyílik. Egyre nagyobb a különbség a gazdag és a szegény országok között. És ezt, hogyha másmilyen biológiai indikátorral akarjuk elfogni, akkor a század vagy ezred fordulón a leggazdagabb országok átlagos élet várandósága 78 év volt, a legszegényebb országban 45 év, és hogyha két extrémet veszünk, 2002-ben Japánban 81 év volt, és Malawiban 40. Tehát a szegény ember mindazon által, hogy szegény, még fele annyi ideig él, mint a gazdag. Ha most az ember nagyon cinikus akarna lenni, hogy csak fele olyan hosszan szem. De ezt nem mondtam. Ez csak, hogy úgy mondjam, el lehet képzelni, hogy az ember a dolgot valami bizonyos akasztófa humorral akarja nézni. Más nem. És ez is egy egész közismert és hozzáférhető kép az űrből, és megadja, hogy mik a vidékről városba és a nemzetközi migráció célfénye. Ahol sok fényt lát az ember éjszaka, ott van a gazdagság, ott van a szansz, ott van a gazdasági élet, és ezek a vonzó célok. Pár évvel ezelőtt a német szövetségi kormányhoz tartozó tanácsadó bizottság hozta létre ezt a térképet, ahol a különböző veszélygócokat és a különböző veszélygócok minőségét állapították meg, és ezt a térképet egészítettük mi kb. 10 évvel ezelőtt ki, ezzel a három nyíllal, ami a migráció fő irányvonalait mutatja, lehet azt mondani, hogy Közép-Amerikában, Mexikóban az USA fele, Afrika fele, Európa fele, és Ázsiából mind Európa fele, mind Japán fele, amennyiben az sikerül elérni, vagy Ausztrália fele. Ebből a három útból mi most elsősorban erre fogunk koncentrálni, két okból. Az egyik az, hogy én kicsit többet tudok Afrikáról, mint a Közel-Keletről,
A másik az, hogy a közel-keletről jövő migráció az per pillanat politikailag annyira túlfűtött, hogy úgy mondjam, és ott tényleg olyan erők is működnek, aminél a környezeti szignál kibogozása sokkal nehezebb lenne, és nyilvánvalóan, ahol nem csak szárazság van, hanem itt meg golyók is repkednek, akkor a taszító erő sokkal erősebb. A migráció első fázisa, és ez nem egy 100%-os szabály, de leggyakrabban a vidékről a városokba tartó kirajzás, aminek két fő változata van. Az egyik, ami végrendben Európába is végbe ment, a főleg a vonzó erők dominálnak, a gazdasági fejlődés, jobb kereset és magasabb életszínvonal, amit az emberek a városokban várnak, és az utóbbi évtizedekben ezt elsősorban Ázsiában lehetett megfigyelni. A másik, ahol a taszító erők dominálnak, ahol a vidéki szegénység, a környezeti változások taszítják az embereket, mert nem tudnak már megélni az eredeti vidéki környékén, ez Afrika, a szárazővezet, és amennyiben a tengerszint emelkedés már jelentkezik, a tengerparti közösségek, mégiscsak egy hiba benne, közösségekre jelent. Közös eredmény ennek a két fajta rural-urbán vagy vidékről városokba irányuló migráció, hogy a városokban egy masszív rendezetlen urbanizációt okoz, ami főleg a fejlődő országokra jellemző, mi nálunk már városok nem nőnek, vagy néha már majdnem csökkennek, és a határon átkelő és transzkontinentális migráció növekvő potenciáját és már észlelhető folyamatához vezet. Tehát gyakorlatilag a városokban van, ahol keletkezik az a tömeg, aki aztán részben a megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik, hogy egy további migrációs lépést tesz. A városiasodásról mindig azt mondtuk, hogy jaj, de jó, az a fejlődés jel. 1950-ben a világnak 8 olyan városa volt, aminek több mint 5 millió lakosa volt. 2015-ben van 51. És látják, hogy azok, amik azóta, tehát az elmúlt 65 évben nőttek föl, azok már nem túlnyomó részt az északi és a gazdag országban vannak, hanem Latin Amerika, szolgál Afrika, India, Kína és egyéb városok, ahol az ember nem is hinné el, hogy ilyen óriási városiasodás történhetett, de történt. Mi ennek az oka? Nem csak, de volt egy óriási hiba, amit részben az Észak-Európában és Amerikában működő civil társszervezetek a saját pontjukra írhatnak, a Világbank is, ugyanis a múlt évszázad utolsó két évtizedében a mezőgazdasági és vidékfejlesztésre fordított segélyek összege körülbelül 50%-ra csökkent. Ez a izé volt, hogy nem építünk tározót, mert az tönkre teszi a környezetet, a városokban ott van a fejlődés, a vidéket világszerte egyedül hagytuk, és ez a egyedülhagyás, ami gyakorlatilag ez csak a pénz, ami a segélypénzekről van szó, de 5, ez 4 milliárd, 6 milliárd eurót jelente évente. Ez hiányzott ahhoz, hogy embereknek Afrikába, Ázsiába egy alternatívát biztosítottak, vagy mutattak volna, hogy a vidéken maradjanak. Ez a trend, hála Istennek, megváltozott a 21. század elején, de kicsit későn, a trend nem is olyan nagyon magas, és látják, hogy a ígért pénzek és a kifizetett pénzek között még mindig van egy óriási különbség, és már több mint 50%-a a világnak városokban lakik. Ez nem rossz, csak mert a városokban laknak, a rossz az, hogy milyen gyorsan történt ez, és a városok erre nem voltak fölkészülve. Hogy néz ki a helyzet Afrikában, és miért kell nekünk akár akarjuk, akár nem Afrikával foglalkozni. És az adatokat megint nem valami tudományos könyvből, hanem a Guardian 2016. január 11-i számából veszem. 1980-ban Afrikának 477 millió lakosa volt, körülbelül azt lehet mondani, ugyanannyi, mint Európa.
2016-ban ez 1200 millió, tehát 1,2 milliárd, 2,5-szeres növekedés 36 év alatt. 2050-re ez meg fog duplázódni. Évi növekedés 42 millió ember, és 2050-ben a világ szaporodásának 54%-a lesz Afrikában. Ez várhatólag a század második felére lelassul, csupán újra más 1,2 milliárd ember jön hozzá, de akkor már 82%-a a világ szaporodásának Afrikában. Mi ennek az óriási ugrásnak az oka, ami hála Istennek nem történt Ázsiába és Latin-Amerikába? Az, hogy Afrikában a gazdasági fejlődés sokkal lassabban indult meg, egy csomó probléma van, amit governance problémának lehetne mondani, ez a szó, ez semmi más nyelven, mint ilyen nemzetközi science slangbe lehet kimondani, tehát gyakorlatilag az, hogy a demokratikusan választott afrikai vezetők átlag a 30 évig elnökök, vagy amik meg nem vannak, ez mutatja azt, hogy micsoda problémák vannak, nem csak a természeti alapon, nem csak attól, hogy túlszaporodás van, hanem politikai téren is. Tehát gyakorlatilag Afrikában nem történt meg a szülőképes nők termékenység csökkenése olyan formában és mértékben, mint hogy ezt Ázsiában és Latin-Amerikában tapasztalnak. Még ha ezek túl mennének a elképzelhetőn, ami minden előrejelzésnél hála Istennek lehetséges, én egy javíthatatlan optimista vagyok, viszont ennek ellenére, hogy Aladdin, a csodalámpár, a szellem már kint van a palackban. Ezek az emberek már itt vannak, per pillanat Európának már valószínűleg nincs 477 millió lakósa, és 2050-re azt jelenti, hogy Afrika majdnem 6-szor annyi ember lesz Afrikában, mint Európában. Tehát 70 év alatt a paritásból egy az egyhez lett egy a hat. Egy képet választottam, ami nagyon érdekes. Ez az energia hasznosítást mutatja Afrikában. Afrikában elhasználnak egy évbe, ez azt hiszem kb. 2000 körüli adat, olyan 640 ezer gigawatt óra energia. És az elosztás, hogy milyen energia hordozókról van itt szó, mutatja, hogy szén, olaj, gáz, atomenergia és vízenergia. 1000 millió ember, tehát gyakorlatilag pár évvel azelőtt, mint a jelenlegi helyzet. Ha leszámítjuk ebből az 50 millió embert, aki Dél-Afrikában van, a Dél-Afrikai Köztársaságban, az energiafogyasztás 40%-kal csökken, tehát a Dél-Afrikától független 950 millió afrikai csak 60%-át használja az energiának, ami Afrikában elhasználódik, és a szén majd, hogy nem teljesen el. Ha leszámítjuk a 170 millió embert, aki a Szaharától északra van Afrikában, tehát az afrikai arab országok, akkor eltűnik jóformán teljesen a gáz és az olaj, és marad az egész energia fogyasztásnak talán a 20-25%-a, 780 millió ember. Tehát gyakorlatilag az északi és a déli többé-kevésbé fejlettebb végek között a legnagyobb része a lakosságnak gyakorlatilag energiahiányban szenved, energiahiány mutatja, vagy energia felhasználás hiányában szenved, ami arra utal, hogy ott a gazdasági fejlődés, a gazdasági produkció és a többi szintén masszívan hátra marad. Az afrikai migrációnak van két nem nagyon ismert arca. Az egyik a láthatatlan migráció, amit én megint egy kicsit akasztófa humorral úgy hívok, hogy az afrikai jéghegy. Mert 90%-át nem látja az ember, csak azt a csúcsát. Az a csúcs, az a 10 afrikaiból egy, aki migrál és Európában. 9-szer annyi ember migrál Afrikán belül, mint akinek sikerül átjönni Európában. Ennek az az oka, hogy Afrika a világ legvárosiasabb kontinens. Teljesen irracionális, hogy egy kontinens, amelyik annyira gazdaságilag minden siker ellenére is dacára a többi kontinenshez képest hátramaradott, a leggyorsabban városiasodik, csak úgy magyarázható meg, amit már említettem, hogy a vidékről városba való migráció az egy nyomor vezérelte migráció, az emberek menekülnek a
falvakból a városok fele. Dél-Afrikában ez ahhoz vezet, hogy már a mezőgazdaságban munkaerő hiány van, dacára, hogy ennyire szakadék a lakosság, és egyre több ember szociális segélyből él, amit Dél-Afrika még egy ideig tud biztosítani, hogy meddig az egy nagy kérdés. A másik a megbízott migráns. A megbízott migráns az főleg Nyugat-Afrikára vonatkozik, ahol a nagy család vagy a klán kiválaszt egy fiatal embert, annak az útját Európába finanszírozzák, általában illegálisan, megérkezik Spanyolországba, ahol eltűnik üvegházakba, és mindenki boldog bizonyos szempontból, illegális győzelem, mert mondjuk 40 afrikai Afrikában maradhat abból a pénzből, amit ez a szerencsétlen fiatalember hazaküld, és mi olcsóban vehetjük meg a spanyol paprikát és a paradicsomot, mert azt egy égbérért dolgozó afrikai termeli meg, aki illegálisan él, és legtöbb esetben ki se engedik az üvegházból. Ez a két arca van az afrikai, európai és az Afrikán belüli migrációban. Lépjünk egy kicsit túl Afrikán, de továbbra is Afrika marad a központban, hogy néz ki a világ élelmezési körképe és perspektívája. Az első egy nagyon szomorú tény, hogy az utóbbi években többet eszünk, mint amennyit termelünk. Dacára, hogy 1 milliárd embernek nincs elég ennivalója, 2 milliárd ember és a többi. Tehát a föld élelmiszer tartalékai csökkennek. Ezt úgy képzeljék el, hogy a normális tartalék az 90 napra elég, most vagyunk azt hiszem 84 napnál, szóval nem tűnik dramatikusnak a helyzet, de egy környezeti tételt nem szabad elfelejteni. Körülbelül 250 éven kint, nem minden 250. évben, mert akkor nagy bajban lennénk, a legutolsó volt 1816-ban, van egy olyan vulkánkitörés a világon, amelyik gyakorlatilag az azt követő nyáron a termés kiüt. 1816-ban volt a Tabora vulkánkitörése Indonéziában, amikor azt követő nyáron Európában éhínség volt, és az év nyár nélkül nem termett sem. Ha most 90 napi tartaléka van a világnak, és egy ilyen vulkánkitörés történik, akkor a világ egyik felén, hála Istennek nincs mindenütt egyszerre nyár, a termés kiesik. És 90 nap az túl kevés, hogy egy egész kieső termést adott esetben át tudjunk hidalni. Jelenleg 7 milliárd van, ember él a Földön, ez 2050-re 9 vagy 10 lesz, legalább 11 milliárd lesz 2100-ban. Afrikában már most is egy olyan mezőgazdaság folyik, amit kizsigerlőnek lehet nevezni. Tehát gyakorlatilag megtermelik a kukoricát, utána a kukoricacsutkát megetetik az állatokkal, tehát a földek minden évben veszítenek a tápanyagból, ami a földben van. Sok afrikai termőföld olyan állapotban van, hogyha most trágyáznánk a föld, nem bírnám a trágyát földben. Tehát pihentetni kéne. A előrejelzések azok, amit én magam nem akarok elhinni, de ezt komoly mezőgazdaságok és mezőgazdasági közgazdák tollából láttam, hogy ha minden így marad, ahogy most megy a dolog, akkor 2050-re Afrika a ott szükséges tápanyag 13%-át lesz képes megtenni. Tehát ott van a sok ember, és oda kell vinni az ételt. A világ élelmiszer igénye 2050-re pedig majdnem meg fog duplázódni, ez azért, mert ugye a fenntartható fejlődési célok stipulálják, hogy az az 1 milliárd ember, aki ma éhezik, hogy az ne éhezzen, és hozzájön 2 milliárd ember. Ez azt jelenti, hogy most minden egyes évben 2%-kal kell a világ mezőgazdasági termelését növelni 33 éven keresztül, egy évben se halad. Ha minden előrejelzésben, mint mondom, van egy kis bizonytalanság, de a vonalak nem túl megnyugtatóak. A Millennium Ecosystem Assessment az évezred fordulón a világ ekoszisztémáinak felmérés azt mutatja, hogy a szárazövezetek 10-20%-án a termőföldek ki vannak merülve. A szárazövezetek ökoszisztémáira egyre nő a nyomás, láttuk az emelkedő lakosságszámot, klímaváltozásról még itt nem is beszélünk egyelőre, hogy a táplálékot és az ivóvizet
emberek és állatok számára biztosítjuk, egyre nagyobb lesz a stressz, a klímaváltozás előreláthatóan növelni fogja a vízhiányt pont ott, ahol már ma is szűkös a készlet, és az aszályok gyakorisága nőni fog, és visszatértünk esetleg olyan gyakori lesz, hogy előbb vagy utóbb az érintett társadalmak ellenálló képességét megtörhet. Hogy néz ki a kukoricát termés Afrikában a fő élelmezési mag a kukorica, a világ kukorica termelés, ez a potenciál. Látjuk, hogy a legnagyobb Észak-Amerikában, Kína, Ázsia, Dél-Amerika, Európa. Ha most egy lépéssel tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ez az, amit meg tudnánk termelni csak úgy magától. Az Afrikában úgy néz ki, hogy a 25%-a annak, ami megteremhetünk. Ha ehhez modern mezőgazdasági technológiát és menedzsmentet hozzáveszünk, akkor a kép sokkal pozitívabb, hogy mennyit termelünk meg, viszont azt is mutatja, hogy a világnak azon részei, amely ha valahol probléma van, a kukoricát vagy a gabonát adják, a potenciál majdnem teljesen már ki van használva. Európában nincsenek rezervek. Ezt úgy is fordíthatnánk, hogy egy kicsit mondjak valami még kellemetlenebbet esetleg az itteni politikusok számára, hogy minek a fenének használjuk ki el a kukoricát meg a gabonát ahhoz, hogy bioetanolt csináljunk, amikor gyakorlatilag arra szükségünk van és lesz, hogy a világon másutt embereket etessünk, vagy segítsünk, mert különben még többen jönnek ide. Ez az a egész egyszerű gondolat, ami néhány embernek úgy látszik nem fér be az agyát. Tehát gyakorlatilag, és ez azt mondja, hogy Afrikának kéne megtermelni azt, ami ott van, az 13%-ot az elében említette. Gyakorlatilag tudják, hogy Afrikában mennyi az egy hektáron növő kukorica termés? 500 kiló, ha jól megy, 1 tonna. Magyarországon az 526 tonna, Franciaországban 8 tonna, Németországban 9 tonna. Tehát Németországban egy hektáron, ha jól megy a dolog, 20-szor annyit termelünk, mint Afrikában. És akkor, szóval, hogy mondjam, magyarul azt mondom, hands off from the European mezőgazdaság. Ha az európai mezőgazdasággal elkezdünk játszani, akkor előfordulhat az, hogy hirtelen ezek a körök szépen összemennek, és akkor nem csak, hogy itt lesz esetleg élelmezési probléma, de nem tudjuk azt a kötelezettséget magunkra venni, amit gyakorlatilag elvárnak. A klímaváltozásnak van egy olyan potenciálja, hogy hirtelen országok, amik klímailag per pillanat a háttérbe szorulnak, elsősorban az északi szélességi körökön, hirtelen akár 50%-kal többet termelhetnének. Kanada, Oroszország, Skandináv országok, de némelyik közép-ázsiai ország is. Míg a déli országokban, ahol mint már említettük, a lakosság 50%-kal kevesebb is lehet. Nyilvánvaló, hogy ebben a 13%-ban, mint egy horror számot említettem, ezek az előrejelzések is benne vannak. Tehát gyakorlatilag a fácit az, hogy az észak nyer, a dél veszi a klímaváltozás során. Menjünk le Dél-Afrikába, és azért a Dél-Afrikai Köztársaságba, ez azért érdekes, mert mint az előző energiahasznosítási képnél is mutattam, Dél-Afrika 50 millió emberrel használja Afrika energiafogyasztásának 40%-át. Dél-Afrikában egy nagyon jól kifejlett vízgazdálkodás van, 569 tározó, ami nagyobb, mint 1 millió köbméter tartalmú, plusz 8 megatározó, aminek nagyobb a térfogata, mint 1 milliárd köbméter. Van hivatva arról gondoskodni, hogy az országban ott legyen a víz akkor, amikor arra szükség van. Ez viszont azt jelenti, hogy ezen a 8 ponton, ahol ezek a megatározók vannak, ott lesz a vízkészlet 40%-a tárolva. Tehát az elosztás nem is olyan könnyű egy országon, amelyik majdnem 3 milliárd négyzetkilométer nagyság. A folyórendszerek között egy nagyon jól megtervezett és üzemelő
vízgyűjtő közötti transfer szisztéma működik, amit a vizet az egyik folyó völgyből a másik folyóba, vagy emeli, vagy gravitációval juttatják el. Ennek ellenére Dél-Afrika is veszélyeztetett. A várott hőmérséklet emelkedések 2050-re jóval 2 fok fölött vannak, és tudják, hogy 2 fokról mondjuk azt, hogy azzal még talán el tudunk bánni, tehát 2 fok fölött van, de 2090-re ez elérheti az 5-6 vagy 6 fok fölé is fölmehet. Tehát gyakorlatilag, ha a klímaváltozás úgy zajlik le, mint ahogy az per pillanat kinéz, akkor 80 év múlva Dél-Afrika messze nem lesz az, mint ma. Ennek ellenére is dacára, hogy Dél-Afrika tényleg egy abszolút világszintű vízgazdálkodása és mezőgazdasággal rendelkezik, már ma élelmiszerimportra szorul. A fennmaradó fejlesztés potenciálok már csak azért is végesek, mert majdnem minden, amit lehet, tároznak és felhasználnak. Tehát nincsenek rezervek. A klímaváltozás, mint látjuk, nem sok jót ígér Afrika déli részének. A lakosság ott is nő, és ma még Dél-Afrika is migrációs cél. Afrika középső és ettől északra. De a probléma az, hogy Fokvárostól a déli sarkig már csak az óceán. És azt nem hiszem, hogy az adaptáció odáig megy, hogy mi belőlünk van emberi delfinek. Tehát egy a mai nál sokkal nagyobb afrikai migrációs hullám, ultima ratio csak északra tud. Hogy túllépjük Afrikán, és itt most csak éppen ezeket a köröket úgy mutatom, ezek a vízzel kapcsolatos potenciális környezeti billenő pontok, és ezeknek a globális eloszlása mind délen, vagy a, gyakorlatilag a mediterrán zónában van. Ezek mindenféle az, hogy erdő kiírtástól származó pára hiány, a talajvizek és a delták sorsodása, tengerszint emelkedés, a problémákat általában mind gyakorlatilag itt várjuk, és ha úgy akarja az ember, ha van ígéret földje, akkor az északon van. Misztivec professzor úr, azt talán láttam egy könyvet, amit orosz tudósok írtak, és innen loptam azt, hogy üdvözöljük az Arctic századát. Pedig Moszkva nem is a könyveknek. Tessék? Nem vittem el a könyveknek. Ha valaki elvitte, az nem én. Oké. Köszönöm figyelmet.